természetesen folytatjuk a hajókatasztrófa legfrissebb információval. Egy dolog biztos, 21 embert még mindig keresnek a katasztrófa kapcsán. És akkor most kapcsolunk ki ismét a Dunához, ahol ott van Kárász Róbert műsorvezető kollégánk, és ráadásul nem egyedül, ott áll mellette Horváth Imre, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkára, és Robi megkérdezi tőle a legfrissebbeket, amit tudni lehet. Szervusz Robi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözöllek benneteket és természetesen a nézőinket. Nagyon pontosan fogalmaztál, Judit, itt vagyunk ugye a tragédia helyszínétől néhány méterre. Hogyha majd itt a kollégák megmutatják egészen pontosan, hol állunk, akkor láthatjuk azt, hogy tőlünk ugye a Margit híd, és ahol a tragédia, végzetes tragédia történt, körülbelül 100-120 méterre van. A híradóban láthattátok már azt a katonai hajót, amit az előbb ugye a kollégánk megmutatott nektek, tűzszerészekkel együtt felszerelkezve vannak a helyszínen. Ami másik nagyon-nagyon fontos momentum, és ez valószínűleg az egész világ sajtót be fogja járni majd a későbbiekben, ugye az a hatalmas daru, ami pedig a déli irányban látható. Hát ez tőlünk körülbelül olyan szintén olyan 150 méterre lehet. Fontos megjegyezni, hogy ugye a darunak ez nem a végleges helye. Tehát akkor, amikor a szakemberek majd úgy fogják látni, hogy a hajó kiemeléséhez, tehát a hableány kiemeléséhez elérkezett az idő, megfelelőek a viszonyok, akkor ezt a hatalmas nagy darut természetesen felvontatják egészen ide a Margit hídhoz. Nem tudjuk figyelmen kívül hagyni természetesen a megemlékezésnek a pillanatait sem. Ugye itt a helyszínen rengeteg virágot, virágcsokrot, mécsöst helyeztek el, de ahogy azért beszéljünk arról is, hogy mi vezethetett eddig a tragédiáig, a jelenleg rendelkezésünkre álló információkból milyen tényekre lehet következtetni, azt, hogy te is említetted, majd Horváth Imrétől fogom megkérdezni, a Magyar Hajózási Országos Szövetség főtitkárától. Jó reggelt kívánok, Imre! Főtitkár úr, tessék egy kicsit közelebb fáradni. Rám tessék nézni, jó, tehát ne a kamerában nézünk, hanem mi most beszélgessünk. Fontos elmondani ugye azt is, hogy ön most, mint szakértő van ebben a beszélgetésben jelen. Ön mire tud következtetni abból az információhalmazból, amelyek eddig napvilágot láttak? Először is a budapesti szakasz közlekedését, ugyanúgy, mint bármelyik másik Duna szakaszét, hajózási szabályzat részletesen szabályozza. Tehát a hajók egymás közti forgalmát, egymás közti magatartási szabályai egyértelmű szabályok szabályozzák. Itt Budapesten belül még szigorúbb szabályok vannak, a hajózási hatóság tovább szigorította a hajók mozgását, többek között például a szállodahajókét, amelyek ugye 100 méter fölötti hosszúságúak. Ezeknek a közlekedése a többi hajónak a közlekedését oly mértékig korlátozhatja a lassú fordulásukkal, hogy ezért a város szélső pontjaira rögzítették az ő fordulási lehetőségeiket. Főtitkár úr, hadd kérdezem azt meg öntől, hogy amikor az ember hajóra ül este, kimegy a Dunára, tehát amikor már sötét van, más a protokoll, más szabályok vonatkoznak a kapitányokra, máshogy kell, más szabályokat kell betartani, mint nappal? Én úgy fogalmaznék inkább, hogy figyelmesebb jobban hajózást követel meg, de egyébként nincsenek más szabályok. Miért mondják már most azt nagyon sokan Horváth úr, hogy ehhez a tragédiához, ez a végzetes tragédiához, figyelmetlenség, esetlegesen a nem törődömség és a hanyagság vezetett vagy vezethetett? Én nem fogalmaznék ilyen sarkosan, én a figyelmetlenséget azt mindenképpen feltételezem, mert az, hogy egy hajó egy másik hajónak nekiütközik, az mindenképpen egy figyelmetlenségből származhat. Ha azt a kifejezést használják viszont most a szakemberek és ön is, hogy ez egy figyelmetlenség lehetett, akkor a figyelmetlenséget abban az esetben, hogyha van egy nagy turistahajó, szállodahajó, és mellette közlekedik egy picike turistahajó, szinte pár méterre egymástól, és nem veszik észre egymást, akkor ennek kinek a figyelmetlensége van szerint? Én azt gondolom, mind a két hajóvezetőnek figyelnie kell a másikra, csak azért annyi különbség van a két hajóvezetője között, hogy míg a szállodahajón gyakorlatilag full extrás felszerelés van erre, tehát gyakorlatilag egy olyan számítógépes rendszerben látja maga körül az összes hajónak a mozgását.
akár a nevét meg tudja nézni, akár a hívójelét meg tudja nézni, és a mozgás folyamatát konkrétan látja maga előtt, míg a kisebb hajóknál ez nem kötelező még pillanatnyilag, ő csak egy műholdas rendszeren keresztül jelzi a saját mozgás folyamatát, és emiatt én azt gondolom, hogy a nagyobb hajónak inkább oda kell figyelni. Kellett-e egy ilyen szituációban, hogyha most egy kicsit elfordulunk, megkérem a kollégáimat, mutassuk meg, tulajdonképpen ahol a katonai hajó van, ugye a tragédia ott történt, egészen pontosan szinte a híd alatt. Ugye a budai oldalhoz közelebb közlekedett a nagy szállodahajó, és a pesti oldalhoz közelebb közlekedett a hableány. Na már most, ha egymásra kellett figyelniük, ugye feltételezzük mi azt, hogy valami fajta rádiós, egyéb kommunikációs csatornáknak a két hajó közt kellett működnie. Előírás, hogy folyamatos rádiózásra van szükség, és ugye ez gyakorlatilag egy előzésnek minősíthető. Na most az előzésnél, hogyha szűk területen történik, már pedig a híd az egyértelműen szűk, akkor ott szükség van arra, hogy a előzni kívánó hajó helyet kérjen, úgy hívjuk ezt mi hajósok, hogy helyet kérjen a másik. A jelenleg rendelkezésre álló videófelvételekből és ipari kamerás felvételekből egyöntetően meg lehet állapítani azt, hogy ebben a szituációban melyik hajó előzött? Egyértelmű, persze. Hát aki előbben volt a híd szelvényében... Ő az előző hajó. Ő az előző. Tehát aki hátulról érkezik, neki kell helyet kérni. Ebben az esetben akkor melyik hajó volt? Csak hát, hogy egyöntetően elmondjuk, hát egyértelmű. Hát ha hátulról ment neki a kis hajónak a szállodahajó, már pedig ez történt, akkor ő volt hátul. Tehát ő volt az előző hajó. Tehát neki kellett volna helyet kérni a másiktól. Amikor ezt a kifejezést használja, hogy helyet kellett volna kérni a másiktól, ez esetben ugye a hableánytól, igen, akkor a helykérés az egy rádiókommunikációs eszköz? Igen, egyértelműen. Elképzelhető, hogy ez a rádiókommunikációs eszköz ezen az éjszakán, ezen az estén, ebben a pillanatban elmaradt? Ezt nem tudom megmondani, ezt rögzíti. Van a magyar hajózásnak egy olyan háttérintézménye, a Navinfo Rádió, aki folyamatosan rögzíti ezeket, 6 hónapig meg is őrzi ezeket az adatokat. Tehát ezt a rendőrség a vizsgálat során bármikor ellenőrizni tudja, hogy mi történt, miről beszéltek és hogyan mozogtak. Ez az, ami ugye hát egy nagyon komoly vizsgálat során majd ki fog derülni. Főtitkár úr, hadd kérdezzem azt meg öntől. Mi a kollégák is, újságírók, most az elmúlt 30 órában a tragédiát követően sokat beszéltünk arról, hogy a Duna megtelt. Olyan, amikor este látjuk ezt a fantasztikus folyót, mint egy autópályán, ahol történik valami torlódás, annyi hajót látunk a Dunán. Lehet-e, kell-e szabályozni a jelenlegi hajózási rendszert ebből a szempontból, hogy nekünk laikusoknak sok hajónak tűnik, ami így esténként közlekedik a folyón? Én úgy gondolom, hogy kellőképpen szabályozott ez. 1992 óta ezen a területen jobbra hajcs van, ami egyébként máshol nem egy természetes dolog, tehát más helyeken a hajók maguk határozzák meg, hogy melyik oldalról engedik el a másik hajót. Itt egyértelmű jobbra hajcs van, kötelező. Ez azt jelenti, hogy aki felfelé megy, az csak a pesti ágó mehet föl. Aki lefelé jön, az csak a budai ágó jöhet le, és azon az oldalon is kell, hogy folytassa az útját. Tehát ilyen értelemben egy viszonylagosan szabályozott, ugyanúgy, mint a közúton. Értem, de nem kellene valahogy szabályozni a, nem tudom én, egy órában Dunán belvárosi hajóknak, vagy turista hajóknak a számát? Hát az én véleményem szerint nem. Tehát ez hogyha betartják a szabályokat és odafigyelnek, akkor ez azért még nem túl zsúfoltság. Hát, hogyha minden igaz, akkor kollégánkkal bent a stúdióban a Judit is szeretne valamit kérdezni. Mindjárt majd természetesen tolmácsolni fogom akkor az ő kérdését is, hogyha jól tudom. Szervusz, Robi, így van, egészen pontosan. Egy nagyon gyors kérdésem lenne, hogy igazából a tegnapi nap még a délelőtt folyamán, a szakértőtől kérdezni majd természetesen, tehát a délelőtti nap folyamán mindenki azt találgatta, hogy a nagy szálloda hajó elé vajon miért kanyarodott be a kis hajó. Aztán estére már sokat tisztult a kép, mert igazából, hogy a szakértők egyre többet elemeztek, azt mondták, hogy nem az történt, hogy a kishajó befordult elé, hanem a kishajó már csak azért fordult be, mert ez az ütközésnek volt a következménye, tehát egyszerűen maga alá derálta a nagyhajó a kisebbet, tehát nem a kishajó döntött úgy, hogy ő egyszer csak befordul a nagyhajó elé. A mellett álló szakember hogy látja ezt a kérdést, tisztul-e a helyzet már?
Az ütközés pillanataira lennének természetesen nem csak a kollégáim bent a stúdióban, hanem valószínűleg a nézők is kíváncsiak. Ugye az a pillanat valószínűleg mindenkinek a fejében megvan, ahogy a nagyhajó, most elnézést Horváttól, hogy itt a tenyeremmel fogom majd mutatni, de hogyha ez a szállodahajó, ez a hableány, ugye azt láttuk, hogy mintha a hableánynak az orra, ahogy megy el a viking mellett, egy nagyon picit befordul. És abban a pillanatban a viking ugye a hableánynak a hátsó részét találja el, és ahogy tolja, tulajdonképpen úgy fordul keresztbe a hableány, és fordul bele a vízbe. Na, ez a helyzet vajon mitől következhetett be? Tehát ez a kicsi-picit oldalra fordulás, elképzelhető, hogy a hableány befordította egy picit a sodrás, és egyébként, hogy ment fölfelé? Nem, szerintem azért kezdett el befordulni, mert már tolta előre a jófarát. Tehát itt semmi oka nem lett volna a hableánynak, és szerintem nem is történt ilyen, hogy ő bármiféle balra vagy jobbra mozdulatot tett volna, hiszen ő éppen jobbra fog menni utána. Hát ő a kikötő helyét közelítette meg. Arrafelé igyekezett, tehát teljesen oktalan lett volna, hogyha ő balra fordul. Tehát a jelenlegi állás szerint ahány képsort, ahány információt ismerünk, ha ez az ütközés nem történik meg, akkor lehetséges, hogy ez a tragédia elkerülhető lett volna. Egyértelmű. Hát Horváth úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, köszönöm szépen a beszélgetést. Természetesen nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, amit a szakemberek említettek ugye az elmúlt 30 órában, hogy muszáj megvárni ennek a vizsgálatnak, és ezt mindenki hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon komoly, minden részletre kiterjedő vizsgálat lesz, mert addig minden, ami elhangzik, részben csak találgatás. Mi is próbáltuk ugye vendégemmel kicsit körbejárni azt, átbeszélni azt, hogy a jelenlegi információk mi mindenre engednek következtetni. Köszönöm szépen a főtitkár úrnak, hogy itt volt a helyszínen, visszaadjuk a szót a stúdiónak. Mégpedig köszönjük a helyszíni bejelentkezést, és azonnal folytatjuk a témát.